Határozati javaslatban tiltakozik a 11. kerületi önkormányzat a szakrendelők államosítása ellen. Az elmúlt években milliárdokat költöttek a fejlesztésre, és attól tartanak, hogy az államosítással nem nőne az ellátás színvonala, hanem romlanának az állapotok. Vendégünk László Imre. Buda polgármestere volt, kórházigazgató. Jó estét kívánok, köszöntöm. Kezét csókolom, jó estét kívánok. A képviselőtestület elé vitte az ügyet, az egészségügyi szakrendelő ügyét. Ez hány szakrendelőt jelent Újbudán, egyet? Vagy hány szakrendelő van ott? Már bocsánat. Hány szakrendelő van Újbudán? Hányat érintenek? Egy van. Egy. Most azért szavaztak erről, mert igaz az a hír, amit a Népszava írt, meg hogy a polgármesterek kaptak egy levelet, hogy ki az, aki adná, és ki az, aki nem, és zajlik egy ilyen felmérés? Hát részben igen, de ne felejts el azt, hogy 2003-ban a Szent Imre Kórház főigazgatójaként azt a szakrendelőt én adtam át, az akkor Molnár Gyula vezette önkormányzatnak. Tehát egyrészt van egy ilyen kapcsolatom, másrészt még a Honvéd Kórház vezetésénél is ugye működtettünk szakrendelőket, tehát én pontosan ismerem ezeket a szakrendelőket. Azt is, hogy hogyan lehet gondoskodni a betegellátásról a szakrendelők keresztül. És nagyon egyszerűen meg tudom önnek válaszolni, hogy miért vittem tiltakozás, amiért én képviselőtestület elé vittem ezt az ügyet, mert se az oktatás, se a fekvőbetegellátás, ugye 2013-as kórházak államosítása nem a színvonal javulását eredményezte, hanem problémáknak a halmazát, mégpedig olyan problémák halmazát, ami az ellátást negatív színvonalát negatív irányba befolyásolta. Ugye a kormány pont az ellenkezőjével indokol, azt mondja Takács Péter, hogy ha az állam átvenné ezeket a szakrendelőket, akkor növelnék a járóbeteg szakellátási feladatok hatékonyságát, a betegutak rövidebbek lennének, rövidebb a várakozási idő. Egyik állítás sem igaz? Nézze, minden alkalommal ezt mondják. Minden alkalommal ezt mondták. Én azt tudom mondani egyébként, hogy a működő egészségügyet az állam finanszírozza. Tehát induljunk el innen, és innen válik érthetővé. Az állam azt teszi, ami számára elő van írva, meghatározott feltételekkel a betegellátás révén, működteti a kórházakat, és tervezi működtetni a szakrendelőket. Igen ám, de az önkormányzatok, például a kórházak esetében 2013-ig, ezt konkrétan tudom önnek mondani, mert a magyar egészségügyi ellátórendszerrel is foglalkoztam, minisztert segítettem ebbe a tevékenységbe. Gyakorlatilag az a helyzet, hogy évente az önkormányzatok 110 milliárd forintot fordítottak a kórházak műszerparkjának korszerűsítésére és olyan felújítási munkálatokra, amire szükség volt. Ez ma nincs. Tehát egy évben már is 110 milliárd esett ki. Mi az elmúlt 3 évben 2 milliárd forintot fordítottunk arra, hogy a járóbeteg szakellátást korszerűsítsük. Hadd tegyem hozzá még. 180 millió forintot fordítunk arra, jó pótlékok címén, hogy a stabilitását, a fluktuáció magas az egészségügyben, gondolom, ez senkinek nem jelent újdonságot, hogy próbáljuk stabilizálni az ott dolgozókat. De nagyon sok pénz, amit mond, hogy az önkormányzat erre fordítja, azt is tudjuk, ugye az önkormányzatok azt mondják, hogy ki vannak véreztetve, és egyáltalán nincsen pénzük, nem csak a fővárosban, hanem vidéken sem, akkor nem lenne az önkormányzatnak jobb mégis, hogyha állami tulajdonban adnák, mert egy feladattal kevesebb lenne, ha csak az anyagi részét nézzük. Hogyha én azt nézném, hogy ez milyen anyagi terheket jelent a számomra, akkor azt mondanám, hogy igen. Ha én abszolút részvétlen lennék azokkal, akiknek nekem a gondoskodás, ugye nekem mi a feladatom, tisztázzuk. Azoknak az embereknek az érdekét képviselni, akik megválasztottak. Tehát, hogyha én valóban az egészség szempontjából és polgármesterként nem azt mondom, hogy istenverés, hogy orvos vagyok és értek ehhez a területhez, de pontosan tudom, hogy borzasztóan fontos. Tehát ennek megfelelően ez nekem nem teher, hogy én egy hatékonyabb, jobb szó szerint, amit ígér az államtitkár, csak nem fogják tudni tartani, mert nincs miből.
A beteg mit érezne, hogyha állami tulajdonba kerülne ön szerint? Mi az, amit rögtön megérezne, vagy egy éven belül? A polgár? Így van, a beteg, aki oda megy a szakrendelőbe. Tehát azt mondja, hogy ennek csak negatívumai vannak, hogyha az állam átvenni. Egy egyszerű példát tudok mondani erre. Most jelen pillanatban ugye az infláció keretében nem csak az élelmiszerekre és más egyéb jellegű, ami a hétköznapi életünkkel kapcsolatos áraknál tapasztaljuk azt, hogy egyre értékesebb dolgokat tudunk vásárolni, hanem például a labor, a reagenseknek az ára is jelentősen megemelkedett, viszont a finanszírozás formájába az az összeg, az nem emelkedett, amit az állam erre fordít. Mert nehogy azt higgye, hogy a betegellátás alapján finanszírozzák az intézeteket. Nem. Egy keretet határoznak meg. Így kevesebb laborvizsgálatot tudnak csinálni, és nyúlnik az előjegyzés, a várakozási idő. Tehát ott is halmozódna az adósság, most ezt azért kérdezem, mint volt kórházigazgatót, mert hogy most jött ki a hír, hogy február végén akkora a kórházak adósságállománya, ami februárban még soha az életben nem volt. Több mint 33 milliárd forint, és évek óta beszélünk arról, hogy ez probléma, évtizedek óta majd, hogy nem. Ennek a mostani, vagy ezt a nagyon durva adatot mi okozta a kórházaknál? Nézze, hadd okozzak egy meglepetést önnek is, meg a kedves nézőknek is. Tudja, hogy igazán ráfordítás fölmérés keretébe mikor nézték meg azt, hogy milyen beavatkozások ténylegesen, valóságban mennyibe kerülnek? 1992-ben. 94-et mondtam volna, de akkor 90. Hát látja, már 93-ban már bevezették a teljesítményorientált finanszírozást, tehát akkor már készen kellett ennek lenni. Ez 92. Azóta is raktak rá pénzeket, de gyakorlatilag ez azt eredményezte, hogy eltorzult a finanszírozási rendszer. Tehát az, hogy a kórházak január-februárban ekkora adósságot termeltek, ez nem a kórház adóssága, ez az állam rossz finanszírozásának a következménye. Hát szerintem erről biztos, hogy fogunk még nagyon sokat beszélni. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm az érdeklődést.